Sziasztok! Az Epson külső tintatartályos készülékeit fogom bemutatni nektek, az L110-et és az L210-et. Kezdjük az L110-zel. Abban különbözik a többi készüléktől, nyomtatótól, hogy ez egy külső tintatartályos készülék, nem benne vannak a tintapatronok, mint a hagyományos nyomtatókban, hanem kívül egy külső tintatartály csatlakozik a készülékhez. Annyit kell tudni alapvetően, hogy sebességben 27 lap per perc átlagosan, de ami egy átlagos nyomtató felhasználónál érdekes, az az ISO szerinti érték, ami 6 lap per perc fekete-fehérben, illetve 3 színesben, felbontása a készüléknek 5760 dpi. És ahogy mondtam, a fő előnye az, hogy külső tintatartályok, tehát ilyen 70 ml-es tinta palackok vannak a készülékhez, amivel feketében egy ilyen palackkal 4000 oldal nyomtatható, míg a színesekkel, amik ugyanúgy 70 ml-esek és teljes töltöttségűek, nem demo patronok, azokkal pedig 6500 oldalt tudunk színesben kinyomtatni. Ezeket így tartalmazza a csomag, illetve van benne akkor egy ilyen telepítőlemez, némi leírás, és ugye maga a készülék. Ja, és amit majdnem elfelejtettem, ugye a tápkábel. Most, hogy kicsomagoltuk az L110-et, nézzük meg, hogy mi van az L210 dobozában. Ez a készülék, ez teljesen ugyanaz, mint az L110-es, annyiban különbözik, hogy ez multifunkciós, magyarán szkennel, nyomtat és fénymásol, a szkennelési felbontása 600 dpi. A dobozában pontosan ugyanazok vannak, mint az L110-esében, tehát egy telepítő, lemez, egy tápkábel és a 4 darab 70 ml-es tintapalack, illetve maga a készülék. Akkor most, hogy kicsomagoltuk a készülékeket, töltsük bele a festékeket. Egyszerűen csak lehúzzuk a papírt és kibontjuk a festéket. És akkor minden készülék tetején található egy beüzemelési útmutató. Az első lépés az, hogy megnézzük, hogy a folytószelep nyitva legyen. Ha ez nyitott állapotban van, akkor lehajthatjuk a külső tintatartályunkat, és beletölthetjük a festéket. Fontos, hogy minden szint az adott helyre töltsünk, tehát ugye van nekünk egy ilyen feketénk első sorban, és annak levesszük a tetejét, van a tetején egy kis védőfólia, ezt lehúzzuk, egész egyszerűen ide leteszem, és aztán visszacsavarom rá, teljesen tiszta maradt a kezem. Van a tetején egy ilyen kis kupak, amit aztán, hogyha esetleg maradna a palackunkba, ugye ezek 70 ml-es tintapalackok, akkor ezt a tetejére vissza tudjuk tenni, és le tudjuk vele zárni, de alapvetően egy feltöltés, egy tintapalack. Levesszük a tetejét, ezt a kis kupakot, és már is kezdhetjük a festékek betöltését. Miután betöltöttük a festékeket, bekapcsoljuk a készüléket. Miután ez megtörtént, itt ez a kis LED elkezd majd világítani. Ezt megvárjuk, mert az jelzi nekünk, már világít is, hogy meg kell nyomnunk hosszan ezt a gombot. És ezzel elindítottuk a tinta feltöltést. Ez nagyjából 15 percet fog igénybe venni, amíg minden tintát érzékel és feltölti a rendszert. Feltöltöttük közben a másik készüléket is festékkel. Ennek a készüléknek nem itt az elején, hanem itt a tetején van ez a tinta feltöltő gomb. Bekapcsoltuk, bekapcsolás után pedig ugyanúgy elkezd ez is világítani, és meg kell nyomnunk hosszan.
És már is elkezdte a feltöltést, nagyjából ez is 15 percig fog tartani. Folytathatjuk a telepítéssel. Én a telepítőlemezünk, ugye, amit tartalmazott a doboz. Kinyitom a tárcát, beletesszük a lemezt, és már kezdhetjük is a telepítést. Automatikusan feljött ez az ablak, és akkor már is indítom a telepítést. El kell fogadnunk értelemszerűen. Aztán a következő lépés, itt mutatja, hogy feltöltöttük a tintatartályokat, úgyhogy klikkelhetünk a következő gombra, aztán kezdi, és mehet az install. És már el is kezdte a telepítést. Miután végeztünk a telepítéssel, nézzünk meg egy egyszerű nyomtatási feladatot. Itt van egy ISO teszt oldal, 5 oldalból áll, ezt fogom kinyomtatni standard beállításokkal, nem vázlatüzemmódban, hanem normál nyomtatási beállítások mellett. Dokumentum nyomtatás után most nézzünk meg egy fotónyomtatást. A készülék ugye alapvetően nem fotónyomtató, inkább otthoni használatra szánt készülék, viszont laborminőségű fényképeket készíthetünk vele. Hogy ezt bemutassam, kiválasztottam itt a számítógépen egy képet, amit 10x15-ös méretben ki is fogunk nyomtatni. Már el is indult a nyomtatás. Közben felnyitom a készülék tetejét, hiszen nem kell, hogy csukva legyen, és így közben láthatjuk, hogy hogyan húzza be a papírt, és nyomtatja rá a fényképet. Mivel, ahogy mondtam, nem kimondottan fotónyomtató, ezért teljesen szegély nélkül nem tud nyomtatni. Egy nagyon pici fehér kerete lesz a képünknek, de azt gondolom, hogy otthoni felhasználásra ez is tökéletes, és laborminőségű kép fog készülni. Aminek a költsége nagyjából 9 forint, ami szintén nem elhanyagolható. És már kész is van a fotónk, ami azonnal szárad, tehát egyáltalán nem hagy nyomot a papíron, az új lenyomat sem. Fotónyomtatás és dokumentumnyomtatás mellett a nyomtatót irodai célokra is használhatjuk, például nyomtathatunk vele saját készítésű névjegykártyát, különböző vastagságú papírokat tud kezelni a készülék. Mi most egy 250 g-os kimondottan névjegykártya papírt fogunk használni. Nézzük meg, hogy viszi-e a készülék. Betöltöm a papírt neki. És már indítom is rá előre megszerkesztett névjegykártyát. Pillanatok alatt ki is nyomtatja a készülék, amit majd aztán egy speciális vágó segítségével felvágok.
amíg nyomtat előkészítem, és már kész is van a névjegykártyánk, és ezt egész egyszerűen csak leteszem, és felvágom, már is kész a saját készítésű névjegykártyánk. Elérkeztünk tesztünk végéhez, nyomtattunk dokumentumot, fotókat, illetve névjegykártyákat. A készülékek javasolt fogyasztói árairól annyit, hogy az L110-es készülék bruttó 50 000 forint, míg az L210-es készülék bruttó 65 000-es javasolt fogyasztói áron kapható, amiben viszont benne van egy 70 ml-es tintapalack, ami fekete dokumentum nyomtatásra nagyjából 4000 oldalra elegendő, illetve a három szín, a cián, magenta, illetve sárga, amivel 6500 színes dokumentumot tudunk nyomtatni nagyjából. Ha kifogyott a készülékből a tinta, akkor is nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen egy tintapalack ára nagyjából 2500 és 3000 forintos bruttó fogyasztói áron kapható, amivel hihetetlenül alacsony, 1 forintos lapköltséggel tudunk nyomtatni. Jelenleg tudomásunk szerint ez a piacon a legolcsóbb nyomtatási megoldás. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!